egy hatalmas ország alapvetően, és nagyon régóta akarok oda elmenni, és el is fogok menni. Lett most, amikor voltam külföldön, lett volna egy ausztrál ismerősem, természetesen, hogy hölgy, természetesen, hogy ő doktor, szóval doktorként dolgozik, ott Gold Coast, Gold Coaston, az a keleti Parton van, És ott ö, majd mondta, hogy ha arra megyek, akkor nyugodtan meg is szállhatok nála. Úgyhogy majd tervezek arra menni, következő években, nem most, de következő években idén már nem, nem megyek, de idén majd Csillébe megyek, mivel meg vagyok hívva egy esküvőre, egyik barátom esküvőjére, és ezen keresztül ott leszek egy hónapot, viszont, de az csak novemberben lesz. És Ausztráliába pedig vagy jövő évben, vagy az utáni évben tervezek elmenni, az évvel ez messze van, nagyon-nagyon messze van, és azt akartam ebből kihozni, hogy egy olyan országot nagyon régóta meg akarok nézni. Egyetlen dologtól tartok azok az állatok, már mint a kígyók, meg ezek a, a dolgok, de az ember hozzá szakik, mi minden máshoz kell figyelni, és akkor minden rendben lesz. És ebben a videóban pedig 11 olyan tény van, amit én sem tudtam, és valószínűleg te sem tudtál Ausztráliáról. De nézzük is! Ausztrál címervel található két állat is, mind a kettő olyan állat, ami csak előre tud menni. Az egyik az emu, a másik pedig a kenguru. Kenguru ugye, bár azt nem lepődtél meg rajta, viszont nagyon érdekes például arany, a arany, mi magában úgy címer állod, hogy például ha vásárolsz aranyat, vagy vásárolsz ezüstöt, amit például a Permint, az ausztráliai Permint adott ki, akkor ezen keresztül van olyan, amit meg tudsz venni kengurus változatba, meg van olyan, amit meg tudsz venni emus változatba. Mind a amerikaiaknak is van sas, meg van nekik például e, bufaló, mindez a bivaj is nekik. A második, Ausztráliában több mint 200 fajta nyelvet beszélnek, és ebből több mint 45 nyelv az őshonos. Volt egyszer a Frej Tamásnak egy olyan interjúra, ami Ausztráliában egyik nagyon sikeres, ilyen szalámi gyárnak a tulajdonosáról szólt, aki világszinten lévő üzletet épített fel. Ő azóta már elhunt, de ő a, alapvetően a Frej Tamásnak az interjúra fent van, YouTube-on meg tudod tekinteni magyar nyelven, és nagyon érdekes dolgot mond el benne. Én már több mint. 3-4 alkalommal láttam, őket, ugyebár kettő ember szól Ausztráliáról, és kettő ember szól ö, Amerikáról, akkor ők voltak a magyar, nem Magyarországon élő, de magyar, ö, vagy magyar származású leggazdagabb ö, magyarok a világon, és aztán utána még messze nem volt akkor itt a Mészáros, vagy bárki más, viszont ezen keresztül ez a négy embert ez bemutatta, és abból kettő Ausztráliából, úgyhogy majd néz meg az adást, nagyon-nagyon izgalmas több mint tízezer sandja van, és ezáltal remek szórakozás, akár ha búvárkodni akarsz, akár hogyha például szörfözni, az nagyon jó tud lenni, hogyha nem is tudsz szörfözni, akkor van rá lehetőség, hogy elkezd gyakorolni, csinálni, szóval ezért ezt is érdemes kipróbálni, és ki akar majd próbálni a szörfözés. Még Írországban, amikor röpültem, akkor a röpülőn beszéltem egy illetővel, aki ír volt, de nagyon sok időt fél évet Szlovákiába, és aztán dumáltam vele, és mondta, hogy ő is szörfözni, de a nyugati partra, és sokkal jobbak a hullámok, szóval bár én Dublin az a keleti part, van Írószágban, az meg a nyugati parton van, és mondta, hogy majd úgy van, megyek el vele. Aztán én hibám, nem írtam neki vacapom nem beszélt megvan a telefonszáma, de nem beszéltem vele, aztán ő utána nem tudom, egy négy hónap múlva ő ír, de akkor már uk voltam. Aztán az a lényeg, hogy nem jött össze a találkozó, ez én hibám volt, viszont mondta, hogy simán menne lett volna az szóval ott is. Nagyon kedves volt, nagyon jól beszélgettünk, amíg úton ott voltunk három órán keresztül, vele végig beszélgettem, plusz meg vett ilyen italt is már, mint ilyen, nekem vett ilyen sört, vagy nem tudom mit, vagy bort, vagy valami ilyesmit, szóval, hogy még azt is így, így meghívott, el, nagyon, nagyon jó fej volt, kedves volt, segítőkész, és nagyon jót dumáltunk. Ausztrália volt a világ, másik olyan országok, amely szavazati jogot adott a nőknek. Szóval ez is egy ilyen külön érdekesség, hogy ott azért ott is nagyon hasonló, mint Amerikai, nagyon előre vannak, teljesen más szinten gondolkoznak, mint nálunk, aminek van előnye is, meg van hátránya is, én ott nem tudnám magamat elképzelni, se Ausztráliába, se Amerikába, nem az én világom. UK az még sokkal közelebb áll hozzám, az még sokkal európaibb, de én, én Európához tartozom, és itt, itt érzem magam jól, nem tudnám azokban az, az országokban elképzelni magamat, teljesen más a mentalitás, teljesen más a kultúra, vannak mondom jó létai, vannak rossz része is, de, de én például nem tudnám ott magam elképzelni, azért csak kirándulni akarok majd elmenni. Érdekes, hogy az ausztrál emberek minden évben kapnak kimutatást a kormánytól arra, hogy mire költötték el azt a, azt a, pénzt, amit ők befizettek a róba. Na ilyen egyszer lenne Magyarországon, a Szlovákiában, az kurva jó lenne. Írj meg kommentben, hogy mit gondolsz erről. A napnak tízszer nagyobb, tízszer erősebb a UV sugárzása, mint bárhol Európában. Szóval akár, hogyha a tűző napon vagy 30 percen keresztül, akár az már bőrákot tud okozni. Nagyon érdekes, hogy attól függetlenül, mert nagyon meleg Auszália, viszont tele van úgymond hóval, és vannak olyan részei, ami egész évben befed a hó ilyen az Ausztrál Alpok is, ahol több hó esik egy év alatt, mint Svájcban. A sí szezon pedig júniustól októberig tart. Ausztrália minden negyedik lakosa, külföldön született. Ez jól példázza az, nagyon sokan jönnek UK-ből, Indiából, Kínából, rengetegen költöznek oda, és Európában is azért több országban is azért költöznek oda, de főleg UK-ből a, a, legtöbben. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyien vándorolnak ki oda, és tényleg nagyon színes a társadalom. Pénzbírsággal sújtják azokat, akik nem mennek el szavazni. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy itt nálunk nem mész el szavazni. Oké, okay, jól van, elmegy az embereknek egy része, de csak egy része, aki úgy gondolja, de itt fizetned kell azért, hogyha te nem mész el szavazni, büntetés kell fizetned. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó rendszer, mert mindenkinek fontos, hogy megosztja a véleményt, Hát nekem a véleményem nem számít, meg ilyen, mennyien ember van. És ezért tartunk ott, ahol tartunk, pontosan ez véget, mert ha mindenki elmenne szavazni és őszintén kiáll, akkor lehet, hogy a, a választások is nem úgy alakulnak, nem csak. Szlovákiában, nem Magyarországon is, vagy bármilyen más országban. Szóval ez például ezt például ezt, a dolgot ez nagyon árt kéne venni az ausztráloktól. Tizedik, az ausztrálok azok nem szeretik a kenguru húst, ezért nagyon fontos nekik, hogy e, ilyen esetben valahogy el kell adniuk, ugye, és ilyenkor több mint 55 országba exportálják a kenguru húst. Hiába vannak ott Ausztráliában a boltok polcain, nem annyira viszik, nem egy ilyen kedvelt étel nekik, nem tudom miért, én még sose kóstoltam, de én nem nagyon szeretek ilyen különlegességet megkóstolni, ha voltam például Valenciában és Spanyolországban, akkor megkóstoltam ilyen különleges gyümölcsöket, mert az oké, okay. volt ami finom volt, volt ami nem, volt úgy ragadt, mint az állat, viszont a, egy, egy csa, a csillai csajjal a, Antova, Antoni lényegében vele kóstoltam meg, és megkóstoltam Osztrigát is voltunk ilyen nagyon híres piacon, Valenciában, leghíresebb piacon, és lényegében megkóstoltam az osztrigát is. Én azt nem kóstoltam meg, ilyen két euróra lehetett megkóstolni, ott a helyen a piacon, frissen minden, de én nem kóstoltam meg neki, azt mondta, ilyen tízből hatos volt, annyira nem nagyon ízett neki, de, de, így jó. Volt. És a Antoni az, vagy Anto csilléből volt, úgyhogy igazi latin csaj. És területi ég, és ez a 11. ez a plusz egy, hogy úgy úgymond nagyobb, mint, Európa, mint az Európai Unió, viszont 85%-a 80%-a ausztráliánok lényegében lakatlan. Nem lakik ott senki. És tényleg megfigyel, mindenki a, a partoknál lakik, szóval nagyon megfigyeled, ott van Perth, ott van Melbourne, Sydney, vagy ott van ez a, az a gólkoszt, amit említettem, vagy mindegy, melyik rész nézhet, de, de mind, mindenki a part mentén lakik. És szinte mondta Csa is, aki kérdeztem, hogy a közepe szinte lakatlan. És például volt egy e, ismerősem, vagy most már haverom, a lényegében akivel összehaverkodtam ott, e, hát voltunk bici, túrán is, meg minden egy német e, srác, e, nagyon jóba lettünk, és az a lényeg az egésznek, hogy ő például volt kint egy, 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 évet, vagy nyolc hónapos, nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy egy évet volt kint Ausztráliában, úgymond ilyen olyan munkák, hogy csinált, hogy dolgozott itt pár napot, aztán ment tovább, viszont megismert közben egy csajt, úgy mondják, hogy egy ilyen travel fuck buddy, szóval <laughs> ő, úgy, úgy, hív, úgy, hívták, úgy hívták, ezt az egészet, meg egy külföldön ez egy jelenség, hogy mész valakivel, és akkor úgy, csak úgy addig abba az alkalommal, amíg egy, egy évig ott együtt vattok, vagy fél évig már, mint úgy, hogy csak szexeltek meg ilyen, de nincs benne semmi egyéb érzelem, olyan szinten is csak együtt vattok, aztán véget ér a, a Andodás, aztán mentek mindenki a saját maga útjára, és ez is egy nagyon érdekes, viszont, ami még érdekesebb benné, hogy ők például ott voltak több mint egy évet, ugye egy csajja megismert, a megismerkedett, ő, francia volt a csaj, ő, 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 ő meg Németországban, de ott találkoztak, és aztán így lényegben ők őt egész Ausztráliák körbe de nem így, hanem, hanem a part mentén. Szóval vette, ő vett ott egy autót, aztán amit még drágában tudott eladni, és a part mentén aztán ők ezt megcsinálták nagyon jól, hogy körbeutazták az egészet autóval, úgyhogy nagyon ügyesen megoldották, és nagyon sok mindent mesélt Ausztráliáról, még akkor szoktunk kártyázni, van egy ilyen, hogy, hogy kenguru, hogy akkor mindig mondtuk, hogy a e, lényegében a, a kenguru, e, azt e, volt egy ilyen rész, hogy ilyen kártyája volt neki Ausztráliából, nagyon szét volt szakadva, minden már átment nagyon sok országon, de kenguru volt rajta, aztán ingé mondtuk, hogy a, a kenguru, <laughs> azon, azon, röhögtünk, úgyhogy nagyon ilyen jó kis ö, ilyen kártyacsatárakot szoktunk nyomni, ilyen, ö, ilyen, póker, vagy ilyen, ilyen dolgok, vagy nem póker, de lényegében a fajta kártyával játszottunk. Úgyhogy ez volt ez a 11 ilyen tip Ausztráliából, még meséltem hozzá több ilyen dolgot is. Ha tetszett, akkor írj meg, kommentben, vagy ezek közül, melyik az a dolog, amit te nem tudtál. Ha pedig egyiket se tudtad, akkor most nagyon sokat tanultál be a videóból, mint én is, amikor ezeknek a dolgoknak utána jártam, és találkozunk a következő videóba. Ide-kattintva, néz, nézd meg ezt a nagyon érdekes videómat, ami szintén fog érdekelni, és sokat tudsz belőle tanulni.